A 13. Abilimpia sport- és kézügyességi versenyt rendezte meg a mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térség egyesülete. Nem csak helyi tagjaik, a megye számos településéről érkeztek vendégek, sőt még Szlovákiából is volt egy csapat. Valamennyien régóta ismerik egymást, a sport rendezvényen pedig még inkább összekovácsolódnak. A célunk az, hogy összefogjuk a csapatot, tudjanak egymással beszélgetni, tudjanak egy kicsit tanácsot kérni egymástól, egyáltalán kimozduljanak otthonról, mert ugye mindannyian tudjuk sokuknak ez az egyetlen lehetősége arra, hogy egyáltalán kikapcsolódhasson, és itt ezt megtehetik, jól érezhetik magukat, tanácsokat kérhetnek, és ki is próbálhatják magukat a versenyszámokban. A közel 100 résztvevő különböző termekben és kijelölt helyszíneken teljesíthette a feladatokat. Vannak kézügyességi feladataink, a mézes kalács díszítés, a tűzfestés, akkor az üvegfestés, és ügyességi feladataink a lengőteke, a lövészet, az asztali tenisz, kerekesszékeszlalom, dárc, peták. Ilyen feladatokban, kislabdadobás itt mögöttünk pont az folyik. Ezekben a feladatokban mérhetik össze magukat, és az első három helyezés teljes természetesen ajándékot fog kapni. Talán Sanyi esete a leginkább jellemző az Abilimpia résztvevőinek bemutatására. Vak emberként vett részt a programokon, és a tornateremben felállított kerekesszékes akadálypályát a segítő kutyájával teljesítette, de más versenyszámokban is kipróbálta érzékei tudását. Nem tudom, kislabdadobásba talán jó leszek, megyek majd lőni, az tavaly is nagyon jó sikerült, már dárcozni dárcoztam, az is jó sikerült, nagyjából ennyi. Az Abilimpia résztvevői azt mondták, igazi versenyről van szó, számukra mégis a legfontosabb, hogy közös programokon vegyenek részt.